Az őszi nap első sugarai már az udvaron találják Bandi bácsit, az idős Ácsot. A 80 éves mester a mai napig aktívan dolgozik. Szívesen elvállal a szomszédoknak kisebb-nagyobb javításokat, de új ácsmunkák is kikerülnek még a keze alól. Most éppen egy ilyenen dolgozik, ugyanis szomszédasszonya egy kerti kiürő készítésével bízta meg. Bandi bácsi, mint mindig, most is először rajzol, tervez. Addig nincs fa munka, amíg a tervek nem tökéletesek. A munka azonban fárasztó már az idős mesternek, így jól esik egy kis pihenés az öreg karosszékben. Elszunnyadva Bandi bácsi sokszor álmodik fiatal koráról, amikor is négy segéddel folyt az ácsmunka a ház melletti műhelyben. Reggeltől estig ment a faragás, bárdolás, készültek a szebbnél szebb tetőelemek. Az évek azonban hamar elrepültek, Bandi bácsi nyugdíjas lett. Azonban két unokája, Krisztián és András folytatja a megkezdett családi hagyományt, viszik tovább az ács szakmát. A fiúk sokszor benéznek a papához, és ilyenkor mi másról beszélgetnének, mint a munkáról. András, Krisztián! Képzeld, papa! Ma egy olyan tetőszerkezeten dolgoztunk, amit még a múlt század elején készítettek. Nem kis feladat volt a tetőszerkezet helyreállítása. Remélem, alaposan megfigyelted, hogy micsoda míves ásmunkákat csináltak annak idején. Nem voltak ám mindenféle modern gépek. Mi magunk csináltunk mindent. Igen, én is igyekeztem pont úgy csinálni, ahogy tőled tanultuk annak idején. Krisztián csapatával egy gyönyörű, a múlt század elején épült kúria felújításán dolgozik éppen. Az épület egy részével már végeztek. Ott már megcsodálható a felújított tetőszerkezet. Az ács munkájának ez a része talán a legizgalmasabb, hiszen egyedileg kell elkészíteni a különféle faelemeket úgy, ahogy anno a régi mesterek megalkották. Ehhez le kell másolniuk az eredeti, már elhasználódott szarufákat, díszeket. Ezt csak a legjobban felkészült mesterek tudják elvégezni. Ezen a véleményen van Krisztián kollégája is. Nem egyszerű ezt megcsinálni. Kézi szallagfűrésszel, amit ugye lehet vágatni, és kézi munkával tulajdonképpen. Tehát ezt gépesíteni nagyon nem lehet. A csapjukat kivésni, a csapot ráfűrészelni, és úgy. A csapat közben már állítja a szarufákat, így lassan testet ölt ezen az épület részen is az új tető. És úgy néz ki, mint ahogy annak idején a régi mesterek elkészítették. Krisztián ezt a fajta munkát szereti a legjobban. Véleménye szerint itt lehet igazán szépet és maradandót alkotni egy ácsnak. És te, András? Mind dolgozol éppen? A múltkor mesélted, hogy te inkább a modern, gépekkel való munkát szereted. Én is tudom, hogy a fejlődés ebben a szakmában is folyamatos. De látod, az öreg apád mégiscsak ezekhez a régi kézi szerszámokhoz ragaszkodik. Persze, papa, te ezt szoktad meg. Mi már egész máshoz vagyunk szokva. Rengeteg most a munka, és nem is egy helyszínen dolgozunk. Tegnap két olyan építkezésen is dolgoztam, ahol CNC vezérlésű szabászgépen lett legyártva a tetőszerkezet. CNC? Na, az meg mi fánterem? András nem túlzott, ki sem látszik a munkából. Rengeteg megrendelése van, így folyamatosan keresi azokat az új lehetőségeket, amelyek megkönnyítik és felgyorsítják egy ács munkáját. A legnagyobb lehetőséget ő a számítógépes tervezésben látja, így szinte az összes tetőszerkezetét saját maga méri fel, tervezi meg és egy program segítségével számítja ki az anyagszükségletet. Tervező programnak az az egy előnye, hogy nem ér tulajdonképpen váratlan megoldás. Nem az van, hogy kijövök a helyszínre tulajdonképpen, és akkor ott gondolkodok, hogy ezek a csomópontok hogy fognak kialakulni, hanem tudom azt, hogy az a szarufa hány centinél kell legyen, hány milliméternél kell, hogy csatlakozzon, és az ilyen szerkezet tökéletesen össze tud állni.
hogy mi történik ezután? Nos, a tervek egy erre szakosodott faipari cég telephelyére kerülnek, ahol CNC gépekkel gyártják le milliméter pontosan a kívánt tetőelemeit. Bármilyen tető bármilyen elemét, legyen az bármilyen bonyolult is. Alkottam már meg kutyaházat, játszótérre homokozót, újépítésű épületet, meglévőnek a felújítását, volt, hogy meglévőhöz hozzátoldottunk, volt, hogy szarufavégeket kellett csak önmagában, és azzal készítettek el egy dobozos szarufavég kialakítás helyett egy csüngőereszes kialakítást. A gyártás után az építkezés helyszínén már csak össze kell állítani az elemeket a tervrajzok és a faanyagon lévő vonalkódok alapján. Ezzel a megoldással a helyszíni munka jelentősen lerövidíthető. A felszabaduló időben pedig András csapat a másik helyszínen is tud dolgozni. Ennek az épületnek a tulajdonosa is az előre gyártott faanyag mellett tette le a voksát. Méghozzá úgy, hogy a falakat is így készítik el. Kétségkívül látványos megoldás, ráadásul rendkívül gyorsan felépül így a családi otthon. Krisztián csapata is tetőt épít, azonban ők inkább a helyszíni faanyag előkészítését részesítik előnyben. Saját maguk fűrészelik méretre a gerendákat és szarufákat, csiszolják és gyalulják az anyagot. A végeredmény természetesen itt is gyönyörű lesz, bár kétség kívül ez a megoldás időben jóval tovább tart. Ennyi. Hát, ez igazán érdekes. Régen egy ilyen tető elkészítése sokkal tovább tartott volna. Persze, vannak olyan munkák, amiket ma is úgy végeznek, mint az én időmben. Hiszen a állvány meg a zsalu ma is ugyanúgy készül. Hát, ebben nincs igazad. Én azért nem mernék felmászni azokra az állványokra, amik annak idején készültek. Manapság sokkal modernebb, biztonságosabb állványrendszereket készítünk, ráadásul gyorsabban. Jó. De a zsalu azért ma is csak deszkából készül, nem? Hát, nem egészen. Sokan bizonyára nem tudják, de a zsaluzás és a különféle állványok építése is az ácsok munkájához tartozik. Annak ellenére, hogy bizonyos zsaluzási munkákat még ma is deszkából készítenek el, ennek a tevékenységnek a nagy része is modernizálódott az évek folyamán. Modern és biztonságos zsalurendszerekkel készül a kivitelezés, nem csak a nagy építkezéseken, de a kisebb családi házas beruházásoknál is. Az időnek itt is nagy szerepe van, így fontos, hogy minél gyorsabban felépíthető legyen az adott épület zsaluzata. Hasonló a helyzet az állványozás területén is. Ahogy Krisztián is mondta, ma már gyorsan összeépíthető, és rendkívül biztonságos állványrendszerek állnak a kivitelezők rendelkezésére. Ami régebben napokig tartó ácsmunka volt, azt manapság néhány óra alatt felépítik az ácsok. Mit csinálsz, papa? A szomszéd azt, hogy megkért, hogy készítsek neki egy kis fedett kerti kiülőt. Hát ezt mi így szoktuk csinálni először. Megtervezzük, aztán kicsibe elkészítjük. De ezt már ti biztosan azzal a számítógéppel tervezitek meg. Sok mindent igen, de a rajztudás és a modellépítés az ma is nagyon fontos. Erről jut eszembe, képzeld, hol jártunk ma délelőtt. Mint minden szakmánál, az ács állványozónál is rendkívül fontos az, hogy a fiatalok milyen képzés keretében sajátítják el leendő foglalkozásukat. Az iskolarendszer egyre nehezebben birkózik meg a gyakorlati helyek hiányával, így pedig különösen nehéz a fiataloknak átadni a szakmai fogásokat és az ács szakma szeretetét. András és Krisztián is egyetértett abban, hogy a leghitelesebben egy már dolgozó szakember tudja a srácokat motiválni. Így a Tetőépítők Egyesületének szervezésében ellátogattak egy szakképzőiskolába. Örömmel jelentem be, hogy körünkben van két testvérvállalkozó, aki a mai feladatunk megoldásában
segítkezni fog, és részt vesz veletek egy tető megszerkesztésében. A feladat nem volt egyszerű, hiszen egy összetett tetőn kellett az élszarufát, szarufát, csonkaszarufákat megszerkeszteni, majd egy modellen megépíteni. Krisztián és András segítségével azonban a srácok sikeresen megépítették a tetőmodellt. Mestereink az elméleti órára is elkísérték a fiúkat, ahol a szakrajz rejtelmeibe avatta be a tanulókat a tanárnő. Krisztián külön felhívta a fiatalok figyelmét ennek a tantárgynak a fontosságára. Nagyon fontos a szakrajz a szakmában, mert hogy ezzel fejlesztjük a térlátásunkat, amit ugye a valóság, tehát amit megrajzolunk a rajzon, annak a valóságot tükröznie kell 100%-ig. A fiúknak az óra után sok kérdése volt Andráshoz és Krisztiánhoz, akik elmondták, hogy ezzel a szakmával egy biztos, hosszú távú egzisztenciát teremthetnek meg maguknak. Gyorsan elszállt az iskolában töltött délelőtt, és hamar elrepült a papánál töltött néhány óra is. András és Krisztián indulni készülnek, és mint minden alkalommal, most is megköszönik Bandi bácsinak azt a rengeteg tudást, amit az évek során átadott nekik. Örülök, fiúk, hogy benéztetek hozzám. Jó volt egy kicsit ismét a szakmáról beszélgetni. Ha fiatalabb lennék, beállnék hozzátok hinasnak. Ugyan már, papa. Mi köszönjük azt a sok mindent, amit megtanítottál nekünk. Ez így van. Ennek is köszönhető, hogy ott tartunk, ahol. Hogy mindketten szeretjük és sikeresek vagyunk a szakmámban. Köszönjük, papa. Na, jó. Isten veletek. Szia, papa. Aztán gyertek máskor is. Minél hamarabb. Köszi. Ácsnak lenni természetesen nem könnyű feladat. Azonban a mai korszerű technológiák használatával már lényegesen kevesebb fizikai megterheléssel jár, mint annak idején. Ezekért azonban bőven kárpótol egy jó szakembert a tisztes munka, a változatos munkakörülmények és a kiemelkedően jó anyagi elismerés. Az a fiatal, aki ma az ács állványozó szakmát választja, egy életre biztos lehet abban, hogy mind szakmai téren, mind erkölcsi és anyagi tekintetben elismert tagja lehet a társadalomnak. S hogy milyen lehetőségek állnak még egy fiatal ács előtt a szakmában? Nos, erre jó példa Gábor, aki lehetőséget kapott arra, hogy Magyarországot képviselje Abu Dhabiban a WorldSkills-en, azaz a szakmák világbajnokságán. Gábor példája azt bizonyítja, hogy kitartó felkészüléssel és kellő akarattal ebben a szakmában is megállja a helyét egy magyar fiatal egy világversenyen.